Most már a Dombovárhoz kötődő hírességekkel is találkozhatunk a városban sétálva. Virág Kristóf ismét művészi munkát végzett az aszfalton. A hírességek útjának nevezett körút 5 kilométert ölel fel, de a részleteket Szabó Lórend polgármester ismertette. Talán mindenkinek ismerős lehet, ha azt mondjuk Meseút. Tavaly került arra sor, ha emlékeznek, hogy Dombovár különböző pontjai az aszfaltra felfestésre kerültek különböző meseábrák. Összesen 7 ilyen ábrával találkozhatunk a belvárosban, amelyek között van klasszikus és modern mese is. Az aszfaltrajzokat Virág Kristóf készítette. Az útvonal, melyen a rajzok helyezkednek el, 1,1 kilométeres kört ölelnek fel. Az idén elkészült hírességek útja, már egy jelentősebb táv, egész pontosan 5 kilométer, és mind a meseutat, mind a hírességek útját majd jelölni is fogjuk, hogy merre kell menni, mi az ajánlott útvonal. És a hírességek útján 6 olyan szemét festett meg Virág Kristóf, aki dombovári születés és nagyon tehetséges fiatal művész palántáról van szó. Ez a 6 személy valamilyen szempontból kötődött vagy kötődik Dombovárhoz, tehát hírességünk, akikre büszkék vagyunk. A hírességek útja is, mint ahogy a meseút is a könyvtárnál kezdődik. Tinódi Lantos Sebestyén a kiinduló pont, majd következik a főutca és a kórház utca kereszteződése, ahol Buzánszky Jenő arcképével találkozhatunk. Aztán a Mária laknál Kodály Zoltán, aki, mint tudjuk, több hónapot él Dombováron. És ahogy megyünk tovább, az uszoda kerítésén Rózsa Norbert fogadja a túrázókat, majd felkanyarodva az Arany János térre Dombopál tekinthetjük meg. Természetesen a róla készültre az egy fantáziarajz, hiszen valódi képpel nem rendelkezik a város. A túra utolsó állomása a Volt Zrínyi iskola, ahol pedig így és Gyula portréjába botlunk. És így érünk vissza lassan a kiinduló ponthoz, tehát Tinódi Lantos Sebestyénhez. Kollégáimmal, ismerőseimmel lejártuk az útvonalat pont próbaképpen, tette hozzá Szabó Lórend polgármester. Az út során elégetett kalóriát, a megtett kilométert és a szívverést Kollár óra segítségével mérték, az eredményeket pedig a túra végén egyeztették. A polgármester és kollégái Nordic Walkingos tempomban sétáltak, nekik 51 perc alatt sikerült megtenniük az utat. Vékonyka kolléganőim ugye nagyjából 300 kalóriát fogyasztottak, és a szívverésük valamivel magasabb volt az enyémnél, ilyen 130 körüli szívverést produkáltak. Ugyanakkor még Attila futó a 700 kalóriából alig 20-pár százalékot égetett el zsírégetéssel, tehát ennyit fogyott sok százalékban. A kollégák között volt két olyan hölgy is, akik lassabb tempomban sétáltak, ők kicsivel több, mint egy óra alatt tették meg ezt az 5 kilométeres távot. Én úgy gondolom, hogy ezzel az akcióval felhívjuk a figyelmet a gyaloglás, a testmozgást, a fontásnak a fontosságára, vagy bármilyen mozgásnak a fontosságára. Egyrészt arra, hogy figyeljünk oda magunkra, mondta a polgármester. De bizony itt nem áll meg a dolog, mert hogy lesz egy harmadik útvonal is, ami jövőre fog elkészülni. Ez már egy 10 kilométeres kör lesz, a városnak egy külsőbb részén halad majd az út. Virág Kristóf itt igazán megmutathatja majd művészénjét, hiszen a rajzok 3D-s térhatásúak lesznek. Minden esetre izgalmasan hangzik.